Jó napot kívánok! Önök a Zebrát, a Duna Televízió közlekedésbiztonsági magazin műsorát látják. A mai adásunkban szó lesz a vasúti átkelők biztonságáról, a klímatisztítás fortéjairól, de előtte motorozunk egy kicsit. Idén második alkalommal rendezték meg Balatonszemesen a Balaton Ride Fesztivált a motorosok baleset megelőzése érdekében. Motorkerékpáros vezetéstechnikai bemutatóval, szimulátorokkal, kerékpáros ügyességi pályával és rendőrmotorosok felvezetésével, motoros felvonulással egybekötött programokkal várta az URFK Országos Balesetmegelőzési Bizottsága az idei Balaton Ride látogatóit. A második alkalommal Balatonszemesen megrendezett motoros közlekedés biztonsági nap a motorosok évében az egynyomon haladó járművek balesetmegelőzését helyezte fókuszba. Szim Kállász az Európai Bizottság alelnök, egyben a közlekedéspolitikai főbiztos. Egy nagyon érdekes adatot közölt egy hónappal ezelőtt a ciprusi Nikóziában, amelyben ez a fiatal korosztály alkoholt fogyaszt, és egyben valamilyen drogot, kábítószert együttesen 35-ször nagyobb valószínűséggel lesz halálos közlekedési baleset áldozata, mint egyébként. A helyszínen a résztvevők csatlakozhattak a 2010-ben elindított Kárta a motorkerékpáros közlekedés biztonságáért mozgalomhoz is. A színes családi programok mellett a fergeteges hangulatról az Oralsör Olimpia gondoskodott. Ez a második Balaton Ride motoros fesztivál, ez az év egyik legrangosabb motoros fesztiválja, és a fesztivál szervezőinek hála a motoros közlekedés biztonság is kiemelt figyelmet és szerepet kap a rendezvényen. Ez azt jelenti, hogy a motoros védőruházat, a motorosok szabálytisztelete, maga a motorok technikai dolgai, motoros bemutatók, ügyességi bemutatók, és egyáltalán minden, ami a közlekedés biztonsággal kapcsolatos, az itt teret kap. Az Európai Bizottság az Európai Unió ciprusi elnökségével együtt kifejezetten a védtelen közlekedők felé fordult, azon belül is a fiatalok felé. Védtelen közlekedők és fiatalok, a motorosok nagyon gyakran együtt. Ha azt tekintjük, hogy a 18-24 éves korosztály, akit mondjuk fiatalnak tekinthetünk motorozás szempontjából, a társadalmi részarányuk az 10%, és a halálos közúti balesetekből már 20%-ban veszik ki a részüket. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy elgondolkodtató és elszomorító adat, hiszen pont ez a korosztály, aki még nem élt, nem találkozott élete szerelmével, nem jutott el élete álmai városába, és egyáltalán semmi olyat nem tett még, amit megtehetett volna, és elveszítjük őt egy teljesen értelmetlen és megelőzhető közlekedési balesetben. Egy uniós felmérés szerint a motorkerékpárosok halálozási kockázata 18-szor nagyobb, mint az autósoké. Hazánkban kötelező a bukósisak viselése minden motorral közlekedő számára. Milyen a jó védőfelszerelés? Jó védőfelszerelésnek két tulajdonsága van, az egyik az, hogy nevéből fakadóan jól véd, másik az, hogy kényelmes legyen. Nyilván az, hogy valami mennyire jól véd, azt szabványok határozzák meg, tehát egy igazán komoly védőfelszerelés csak úgy lehet Magyarországon forgalomba hozni, hogyha az a megfelelő európai, illetve világszabványoknak megfelel. A másik fontos dolog az, hogy a motorosnak ne csak egy jó felszerelés, egy olyan megvédi gyakorlatilag a ráleselkedő veszélyek nagy részét, hanem az, hogy kényelmes legyen, hiszen pont ugyanolyan dolog, mint egy cipő, tehát hogyha nem kényelmes, akkor az ember nem fogja hordani. Természetesen kötelező a bukósisak, azon felül pedig minden olyan pontot védeni érdemes, ami leérhet egy ütközésnél, illetve egy esésnél. Nagyon fontos a hátprotektor, hiszen a gerincvédelme az elsődrangú. Azon kívül fontos, amiből ugyan általában kevésbé súlyos sérülések származnak, azok a válkönyök és a térdvédelme, és amit hajlamosak nagyon-nagyon sokan elfeledkezni, a mellkasvédelme. Ez azért fontos, mert statisztikák igazolják, hogy a legtöbb halálos baleset az a mellkasérülésből származik. Ne egy protektor árát nézze, hanem nézze azt, hogy a motor árában, árához viszonyítva mennyiben kerül, illetve nézze azt, hogy mennyibe kerül a karja, a gerince, a mellkasa és minden, ami eltörhet. Az élete. Az élete. A fiatal tinédzserek, úgy mint a biciklinél, a kerékpárnál, nem veszünk fel bukósisakot, nem veszünk fel kesztyűt, nem veszünk fel térprotektort, hátprotektort, stb. Az első baleset után mindenki elgondolkozik, és kötelező. Tehát nem lehet senki olyan felelőtlen, hogy
hogy ezt ne tudja tudomásul venni, és ne lássa át ennek az esetleges következményeit. Kötelező minden kerékpárosnak bukósisak, védőfelszerelés, láthatási mellény. Ez az alapja az egésznek, tehát ez nekik is kötelező lenne, de akkor meg kötelező lenne az összes autósnak az a hozzáállás, az a szimpatikus hozzáállás, hogy segíteni őket. Mennyire figyelnek a közúton közlekedők a bringásokra? A legtöbben igen, figyelnek, de vannak, akik nagyon nem figyelnek rá. Nem annyira lassítanak, csak úgy elhajtanak mellette. Pedig mondjuk bárhogy hajthat a bringás, például egyszer a húgom úgy esett el, hogy gyorsan elhajtott mellette egy kocsi. Nagyon sokáig nem volt jogosítványom. Aztán elmentem jogosítványt szerezni. 5 kilométerre mentem, és akkor átestem egy motorral, 5 kilométeres sebességgel mentem, hogy a kulcsontom eltört. Ez nem vicc. Azokat a robogósokat, azokat a motorosokat, akik papucsban védőfelszerelés nélkül felülnek, azokat helyből le kéne szedni. Igenis kötelező. Bringásoknak is kötelező, és legyen a motorosoknak is kötelező, és az autósok megfigyeljen egymásra. Valami motorba üvölt a zene, nagyon durva. Na például ez elmondja egyébként a figyelmet, ezt konyakra mondom. Azért motoron ne hallgassunk már zenét. Azt gondolnánk, csak nyár elején a meleg szezon beköszöntekor kell figyelnünk az autók klímájának fertőtlenítésére. Pedig a néhány hónapos használat után érdemes megismételni a műveletet. A klíma használata az autókban szinte elengedhetetlen manapság, főleg az ilyen extrém melegekben, mint idén. Észszerűen használva jól jöhet a parkolóban felhevült autó lehűtésére, vagy hosszabb utakon is. Ha nem vigyázunk, azonban többféle nyavaját is okozhat. Az utasok fejére, mellkasára irányított légkondi influenza-szerű megfázást, sőt tüdőgyulladást is okozhat. De nem csak a hőmérséklet különbség ártott az egészségünknek. Hosszabb leállások után gyakran érezni, hogy büdös szag áramlik az utastérbe. A légkondicionáló elpárologtatóján ugyanis nedvesség keletkezik, ezen pedig hamar elszaporodnak a gombák, baktériumok. Mit tehetünk ilyen esetekben? Többféle lehetőség van a klímatisztításnak, létezik szellőző rendszer, illetve mindegyik szellőző rendszeren át történik, de valamelyik van ilyen habos sprays kivitel, amit kevésbé ajánlok, legalábbis tapasztalatból ez jön le, hogy nem annyira hatásos, mint a folyadéktisztítás, amit például használunk mi is, hogy egy bizonyos speciális folyadékot egy erre kialakított gépben behelyezzük, és egy belső keringetésen 22 Celsius fokon, egy negyed órán 20 percen keresztül járatva a klímát, átfertőtleníti az egész hűtőrendszert, illetve hát fűtőrendszert is. Természetesen ez minden esetben új pollenszűrő cserével jár. A klímatisztításra specializált szakszervizek a műszerfal mélyére szerelt elpárologtatót is vegyszerrel kezelik. A pollen szűrő cseréje azonban elengedhetetlen. Az elhasználódott szűrő nem csak a bejövő szennyeződésektől nem óv meg, de ugyanúgy baktériumok melegágya lehet. A pollen szűrő egy elég sűrű szemcsés szűrő, tehát ilyen mikronyi méretekbe próbáljunk el gondolkodni, hogy a pollentől kezdve minden egyes por megszűrjön az a szűrő, és igazából hát az elhasználódott pollenszűrő az koszos, nem jön át rajta a levegő, míg a vadonatúj pollenszűrő az tiszta, átmegy rajta a levegő, és megszűri a kinti környezetből adódó porokat, valamilyen részben a szemcséket. Szervizenként különbözik a gyakorlat, hogy milyen gyakran tisztítják a klímát, cserélik a pollenszűrőt. Legalább olajcserekor javasolt elvégezni a műveletet, de intenzívebb használat esetén akár gyakrabban is. Saját egészségünk érdekében. Néhány autótípusnál házilag is kicserélhető a szűrő, és bizonyos fokú klímatisztítás is elvégezhető, így a költségekből is faraghatunk valamennyit. A vasúti átkelőhelyeken meg annyi baleset történik nyári időszakban, főleg figyelmetlenségből. Éppen ezért a MÁV egy kampányt indított, amiben a biztonságos vasúti átjárásra hívja fel a figyelmet.
Két német állampolgárt ütött el a vonat a vasúti átjáróban. A gyalogosok számára fenntartott átjáron tolták át kerékpárjukat a piros jelzés ellenére, amikor egyikük a vasúti sineken elesett. A másik próbálta felsegíteni, de a közben megérkező vonat mindkettőjüket elgázolta. A balesetben mindketten életüket vesztették. Ez indította el ezt az útátjárós kampányt, amely során a gyalogos átkelőkön áthaladók figyelmét szeretnénk felhívni a biztonságos vasúti közlekedésre, a biztonságos vasúti áthaladásra. Nyáron, amikor melegebb van, akkor valahogy nem figyelnek annyira az emberek. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy olyan turisztikai kiemelt településeknek az útátjáróiban jelenünk meg, ahol feltételezhetően a gépjármű vezetők is ugye kiszállnak a gépjárművekből, és ugye igyekeznek a strandra, és akár szóba is elegyedhetünk velük, meg is szólíthatjuk őket, és beszélgetésre is bírhatjuk őket, hogy nem meg kell állni, amikor piros a lámpa. Nem szabad átmenni még akkor sem, hogyha ők úgy gondolják, hogy ez a vonat még messze van, hisz egy vonat akár 160 km/h sebességgel is közlekedhet, és akkor az a pár száz méter, amit pár száz méternek látunk, az pár másodpercé rövidülhet. A biztonságos vasúti közlekedésre szeretnénk felhívni a figyelmeteket. Srácok, meg tudjátok azt nekem mondani, mit kell csinálni, hogyha az útátjáróban piros a lámpa? Hol a vasútnál? Akár. Én ott meg szoktam állni. És itt mit csinálsz? Hát itt megvárom, még itt megvárom, hogy elmegy a vonat. És megvárom, hogy felnyílik a sorompó, és körülnézek, és átmegyek. Nagyon ügyesek vagytok. Azt meg tudjátok-e nekem mondani, hogy ez az átkelő, ez ugye a gyalogosok számára kijelölt hely. Hogy kell itt szabályosan átmenni biciklivel? Áttolod a biciklit. Nagyon ügyes vagy. És srácok, mit csináltok abban a helyzetben, hogyha felültök a vonatra, de elfelejtetek leszállni azon az állomásról, ahol szerettetek volna menni? Mit csináltok? Leszállunk és felülünk, ha látjuk vonatra. Így igaz, tehát nem ugrasz le a mozgó vonatra, hanem szólsz egy vizsgálónak, jelzed neki, ugye, és akkor majd visszajössz a következővel. Nagyon ügyesek voltatok, ne felejtsétek el ezeket a válaszokat, jó? Jó. Jó utat kívánunk nektek! Kampányeszközeink egy nyári hangulatú szórólap, illetve a hátam mögött látható két tábla, amelyeken négy balesetet mutatunk be fotókkal és leírással. Azt vettük észre, hogy az átkelőket használók megfigyelik ezeket a képeket, elolvassák a táblákon lévő szöveget, és körültekintőbben, hosszabb fejmozdulatokkal néznek körbe, minthogyha egyébként nem így kellene átkelni. De ezek a táblák úgy látszik felhívják erre a figyelmet. Meg tudjátok nekem mondani, mit kell csinálni, hogyha piros a lámpa az útjáróba, hogyha jön a vonat? Na, Macika, ha jön a vonat, akkor meg kell állni, ugye? Csak még nem nagyon akar beszélni. Ugye, ha piros, akkor nem megyünk át, ugye? A biztonsági kollégáimat megkértem, hogy állítsanak össze egy statisztikát, és a 2011. június, július és augusztus havait néztük meg. Tavaly 17 balesetből 8 végződ a tragédiában, 8-an meghaltak. Idén 7 baleset volt ez idáig, ebben 3 esetben történt halálos tragédia, 4-en ugyanis elhunytak. Tehát ez 60%-os javulást jelent tulajdonképpen a számadatokban. De úgy gondoljuk, hogy egy élet is sok, hogyha figyelembe veszük azt a tényt, hogy ezek a balesetek nagyobb körültekintéssel megelőzhetőek lennének. Ennyi fért mai adásunkba, legközelebb is olyan témákkal jelentkezünk, amelyek mindannyiunk közlekedés biztonságát segítik, és addig is ne felejtsék, a zebrán mindig a gyalogosoké az elsőbség. A műsort támogatta az Autós Nagy Koalíció. A műsor támogatója a Hertz International. Biztonság négy keréken, külföldön is. A műsor támogatója a Bridgestone Magyarország Kft.